reggel van, 8 óra mindjárt. Most fogunk indulni a networkshopra, 8-an együtt, 7 kollégámmal. Szegeden lesz, és Kukai Péter barátommal, kollégámmal leszek elszállásolva egy szálláson. Két autóval megyünk, 4-en-4-en férünk be a két kocsiba. Meglepően hideg van, úgyhogy remélem kellemes utunk lesz. Most még az idő aránylag elég jó, azon kívül egy kicsit fúj a szél, meg már mínusz közeli állapotok vannak. Na, majd útközben is még jelentkezem. Április 19-e van, délelőtt olyan 10 óra körül van. 10 óra. Pont 10 óra van, és ilyen havazás van. Hány fok van, Gyuri? Látod te? Kereken 0. 0 fok van kint, Jézus Máriám! Két autóval utazunk a networkshopra, Szegedre, és nem is gondoltuk, hogy hát ilyen rossz idő lesz. Azt tudtuk, hogy esni fog az eső, meg azért hideg lesz, viszont kint, ahogy lehet látni, bokáig érő hó van, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy Szeged milyen lesz, majd meglátjuk, de azt hiszem senki nem készült erre, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kabátokat nem hoztunk, reméljük nem fagyunk meg. Hozzuk azért a téli kabátot, én meg mondom, de nem hozom. Látod, és én meg azért nem hoztam téli kabátot, mert mondtad, hogy áh, nem kell. Ja, mert végül tegnap még úgy voltam, hogy bakancsba kéne jönni, meg téli kabátba, de mondom, azért ez túlzásnak tűnik. Hát nem. Érkeztünk a Katapanzióhoz. Itt lehet is látni. Kipakolunk az autóból, aztán utána megyünk befelé a Petivel. Az eső azért egy picit csöpörés itt, mi amúgy jók vagyunk. Kérjük erősen, hogy értsen. Jó napot! Elfoglaljuk a szobánkat, a 13-as számú szoba. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Teljesen jó minden! Két ágy Petivel. Külön ágyba alhatunk, ez is jó hír. És fürdőszoba, minden teljesen tökéletes. Nagyon jó ez a kis cucc, úgyhogy hála Istennek! A szállásunk nagyon jó, úgyhogy szerintem jól fogjuk magunkat érezni, mert csak aludni fogunk hazajárni, hiszen a konferencián leszünk végig. Hát, a szobákat most csinálták meg, ja, azért, igen, gondoltam én is, hogy mondom, hogy... Gondoltam én is, mondom, hogy olyan 11 óra után lehet általában a szobát elfoglalni. Teljesen jó kis környék. Sőt, az apartmanoknál van a kettőkor. Most pedig Petivel elindulunk és megkeressük a többieket. Elmegyünk a szállásukra. Ez az Corona Hotel. Corona Hotel. És utána pedig elmegyünk az egyetemre, vagyis hát a konferencia helyszínére, és becsekkolunk, regisztrálunk egyet. Hála Istennek az eső most abba hagyta magát, úgyhogy jó idő továbbra sincs. Kicsit hűvös, igen. Nagyon fúj a szél, de megveszünk most már talán.
elvileg meg is érkeztünk a konferencia helyszínére. Közben fölkerült a sapka, mert nagyon-nagyon hideg van. És akkor most bemegyünk és regisztrálunk egyet. Így van. Na, menjünk, aztán utána ebédelünk, mert már éhesek vagyunk. Farkas éhesek. Színére. Már nagyon éhesek vagyunk, úgyhogy most ebédelni fogunk, van ebédjegyünk. Szerettem volna, hogy ilyen hosszú asztalra rakják, akkor mint a herbe felugrunk, és akkor... Egy hosszú asztalra? Ja, persze, azt a mondtát szólni akart. Ebéd után az A teremben felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak, és ha igen, hogyan és mikor címmel egy vitaindító workshopon vettünk részt dr. Kokas Károly moderálása mellett az OSK-ból érkezett Lendvai Miklóssal és a Kultó Mongusz Kft-től Kármán Lászlóval. Este 17 óra 10-től a D-teremben Ladányi Gergely a Szegedi Egyetem szoftverfejlesztési tanszékéről tartott előadást, a Big Data rendszer kiépítése open source technológiák alkalmazásával címmel. Az előadásból kiderült, hogy a Big Data napjaink egyik leginkább felkapott technológiai trendje, ami félelmetes sebességgel fejlődik és egyre megbízhatóbb és hatékonyabb megoldásokat kínál eddig megoldhatatlannak tűnő problémákra. Mindezek mellett az adatmegjelenítő és adatelemző eszközök próbálják felvenni az ütemet az adattárházak fejlődési ütemével. Az előadó röviden áttekintette a fellelhető open source megoldásokat, valamint támpontot adott, hogy hogyan érdemes őket összehasonlítani. Bemutatta, hogy egy valós rendszer kiépítése során milyen kihívásokkal találkozhatunk. Thank you.
mai program, és fél hét van, este van, hála Istennek az eső már nem esik. Most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit eljövünk és sétálunk, a szél azért eléggé fúj, de megnézzük itt a belvárost, és nagyon szép minden. Csak lenne meleget. Majd felforrósítjuk a hangulatot. Jó. Aztán utána visszamegyünk, mert 8 órakor álló fogadás, akkor lehet ismerkedni mindenféle olyan kollégával, akik esetleg hasonló témában gondolkodnak, mint mi. Petivel azon nevetünk, hogy ahány helyen átmegyünk az úton, sehol nincsenek közlekedési lámpák. Úgyhogy teljesen az autósok kénye kedvére vagyunk bízva, hogy átengednek-e bennünket, de szerencsére átengedtek, úgyhogy talán megmaradunk. És közben már jövünk vissza, mert nem sokára lesz a vacsora és az állófogadás, de egyelőre még fagyott állapotban vagyunk, de hála Istennek már látjuk, itt van a központ. Yeah! Együtt, és a további napokban, az elkövetkező napokban is tudjunk ebből profitálni. Köszönöm szépen! Kezdjük a vacsorát. Jó étvágyat nektek is! Na jó reggelt, Vietnám! Fölébredtünk Szegeden. Hát egy kicsit fáj a derekunk, mert nagyon-nagyon puha volt az ágy, de amúgy nagyon jó volt a szoba. A meleg továbbra se jött meg, most még mindig Grönland közeli időjárásban szenvedünk, de legalább nem esik, úgyhogy most elindulunk a tett helyszínére. Ma elég húzós napunk lesz, mert vagy 70 előadás lesz, és körülbelül hát olyan, nem is tudom, 30-at fogunk abból megnézni, mire sorra kerülünk. Másnap, csütörtökön reggel 9-től a D-teremben elhangzó két előadásig érkezett érdekesnek. Elsőként az MTA Claude és Használata című előadásra ültem be. Az MTA Claude rendszert az MTA Wigner adatközpont és az MTA Staki fejlesztette ki és állította fel az MTA megbízásából. Célja, hogy az MTA kutatóit nagy teljesítményű és biztonságos számítási és tároló kapacitással lássa el a kutatások elvégzéséhez. Az MTA Cloud 2016. októberében került átadásra az MTA kutatói számára. Azóta 26 projektet regisztráltak be 9 kutatóintézetből,
melyek közül több már sikeresen be is fejeződött. Az előadásban ismertették az MTA Cloud műszaki felépítését és használati rendjét. Beszámoltak a felhasználók támogatási módjairól, és röviden ismertették az eddigi projekteket. Az előadás zárásaként felvázolták a közeljövő fejlesztési terveit. A folytatásban Kacsuk Péter professzor úr előadása következett, Tudományos alkalmazások skálázhatósága az MTA Cloudon címmel. A tudományos alkalmazások a legtöbb esetben nagy számítási és adattároló kapacitást igényelnek. Az MTA Cloud ezeket az alapfeltételeket biztosítja, de ahhoz, hogy a tudományos alkalmazások ezeket a meglévő nagy kapacitásokat ki is tudják használni, a szoftvereket megfelelő módon kell szervezni és futtatni a felhőben. Az előadás azokat a szoftver szervezési módokat tekintette át, amik a nagy számítási kapacitás kihasználását lehetővé teszik, és bemutatta, hogy ezek milyen módon érhetők el az MTA Cloud rendszeren. Ezután az A-teremben hallgattam meg 4 előadást. Németh Márton, a Kurrens könyvtári e-könyv és e-hírlap szolgáltatások európai szintű kihívásai skandináv esettanulmányokon keresztül című előadásában a skandináv szolgáltatási keretrendszerek bemutatásán keresztül illusztrálta azokat a kihívásokat, melyekkel a könyvtárak Európa szerte szembenéznek a Kurrens szerzőjogilag védett e-könyvek, illetve e-hírlapok szolgáltatásának területén. Az előadó a gyakorlatban is kipróbálta az online közkönyvtári e-könyv szolgáltatásokat a dán, norvég, illetve svéd közkönyvtári felhasználói hozzáférésen keresztül. A különféle szolgáltatási keretrendszerek technikai részleteinek ismertetése is elhangzott az előadásban. Kiderült, hogy a kulcskérdések, tehát hogy milyen szolgáltatói felületen, milyen platformon, milyen dokumentum szolgáltatások érhetőek el, s hogy miképp lehet áthidalni a könyvtári érdekek, felhasználói elvárások s a magán üzleti megfontolások között tapasztalható konfliktusokat. Németh Márton röviden kitért azokra az Európai Uniós szintű fejleményekre is, mely az e-könyvek áfájának meghatározásával, illetve a könyvtári e-kölcsönzési szabályok európai szintű egységesítésével kapcsolatosak és alapvető hatással lehetnek az e-könyvkölcsönzés jövőjére. Úri Kovács József, az Elektronikus Periodikák Országos Adatbázisa, azaz az EPA az OSK-ban című előadásában elmondta, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár keretében a Nemzeti Könyvtár 13 éve kezdte el az elektronikus periodikák országos nyilvántartását és archiválását. A közel másfél évtized során az EPA az egyik legnagyobb magyar e-folyóirat adatbázissá nőtte ki magát. Az előadó bemutatta az EPA alapjait, főbb szolgáltatásait, kitért az EPA tartalomgyarapításának napi gyakorlatára, a szakfolyóiratok visszamenőleges digitalizálásaira, a bővülő együttműködésekre. Röviden áttekintette a közelmúlt technológiai fejlesztéseit, a mobil felületet, a cikkazonosítókat és az újabb együttműködéseket, valamint a közeljövő terveit a Matarka adatbázissal együttműködve. A kávészünetet követően 10 óra 50-től hangzott el Ungvári Rudolf, a névterek filozófiai szerkezeti jellemzői című előadása, melyben az előadó rámutatott arra, hogy a névterek nyelvi szempontból szemantikai rendszerek, azaz szavak, jelentések és a köztük fennálló szemantikai relációk rendszerei. A szavaknak jelentésük és jelöletük van. Mivel az egyedi dolgok is fogalmakkal ragadhatók meg, például Albert Einstein a tudós fogalmával, ezért a névterek egyben fogalmak és a közöttük fennálló asszociatív összefüggések rendszerei is. Így a fogalmak rendszere felfogható rendszerező rendszerként is. Horváth Ádám a személynevek a szemantikus térben című előadásában áttekintette, hogy kik foglalkoznak személynévállományok kezelésével a szemantikus weben, az egyes szolgáltatók milyen személynévállományokat kezelnek, a szolgáltatáshoz milyen elemkészleteket használnak, hogyan kezelik a személynév változatokat, az egyes szolgáltatások mennyiben használják mások szolgáltatásait, a szolgáltatók hogyan teszik közzé adataikat, illetve a felhasználók
hogyan építik be a szemantikus állításokat saját adatállományaikba. 11 óra 30-tól a C-teremben hallgattam meg két előadást. Elsőként Espán Edina és Nehézi Sándorné az E-learning az elemesen túl című előadását, melyben bemutatták, hogy a Miskolci Egyetem E-learning centrumában a Moodle keretrendszer üzemeltetésével támogatják az intézményben folyó oktató munkát. Előadásukban arra keresték a választ, hogy a különböző tanulásmenedzsment rendszerek mellett melyek azok az IKT eszközök, amelyek ismertek vagy leginkább elterjedtek az oktatás területén. Bemutatták azt a felmérést, amelyet a Miskolci Egyetem oktatói körében végeztek, és aminek eredményeként választ kaptak arra, hogy az egyetemen mely IKT eszközöket használják az oktatók, illetve arra is, hogy van-e, és ha igen, milyen a specifikációja az egyes karoknak, szakterületeknek. Kitértek arra is, hogy a különböző generációknál milyen használatbeli különbségek mutatkoztak. Az előadók rámutattak arra is, hogy az általuk üzemeltetett Moodle keretrendszer mennyiben segítheti ezen eszközök válogatását, rendszerezését és ezzel az oktatók munkáját is. Dr. Tímár Adrien jogász, PhD hallgató, a szerzői jogi kalauz az oktatás digitálisabbá tételéhez figyelemmel az új európai trendekre című előadásában rámutatott arra, hogy a technológia fejlődésével az oktatás új korszakába lépett. A diákok ma már valami mást, valamivel többet várnak tanáraiktól, és számukra természetes, hogy az oktatásban is használják a technológia adta lehetőségeket. Az oktatás ezen elvárásokhoz képest mégis elmaradásban van, aminek számos oka közül az egyik ok, a tanárok oldalán jelentkező jogbiztonság hiánya az online környezetben. Mivel a szerzői művek felhasználása online környezetben gyökeresen eltér a hagyományos oktatási felhasználásoktól, hiszen míg alapesetben a művek többszörözése és terjesztése valósul meg az oktatási keretek között, vagy esetleg egyes műfajba tartozó művek esetében nyilvános előadás, addig ha például a hozzáférést a diákoknak online biztosítjuk, az már nyilvánosság számára hozzáférhető vételnek fog minősülni. Az engedélyeztetés pedig eltér a különböző típusú felhasználások esetében. Az előadó összefoglalta a jelenlegi Európai Uniós alapokon nyugvó magyar szabályozás fontosabb rendelkezéseit, arra koncentrálva, hogy jelenleg mi esik a törvény által biztosított kivételek körébe az oktatás és a könyvtári felhasználás esetében, és mely felhasználások engedélykötelesek. Mindemellett bemutatta a jelenlegi uniós szerzőjogi folyamatokat, amelyek a határon átnyúló és digitális felhasználásokat hivatottak elősegíteni, továbbá a nemzetközi téren felmerült legutóbbi releváns kezdeményezéseket. Jobban be tudja szkennelni, mert annál jobban össze tudja illeszteni a különböző nézőpontból készített szkenneléseket. Ugye most is ugye fölülről látja, hiába forgatjuk el, hogy a hasát az állatnak nem látja. Akkor minél több a referencia pont, amit ezt tud illeszteni, annál. Így van. Tehát ennél a szarvasnál mi azt látjuk, hogy minden oldala más. És ez egy nagyon-nagyon könnyen összeéleszteni, nem a különböző nézőpontból. Beszkennelni is ezeket összeéleszti ezeket, amik nem vagyunk elégedettek az eredménnyel. Akkor ez nem járja körbe az objektumot, hanem azokat a részeket, amiket technikusokat nem lát, azt kiszámít? Nem, amit nem lát, azt utána mi látni fogjuk, hogy hol van hiányosság. És akkor úgy fordítjuk a munkadarabot, hogy akkor az is látszódjon, és újra csinálunk egy körbe. És itt viszont nagyon fontos, hogy ezeket a különböző felvételeket ő össze tudja hangolni.
most elkészült az első felület, és egy ilyen egyszerűsített rajzon mutatja, hogy mi az, amit ő jól látott. Ugye látjuk, hogy fölülről tökéletes a kép, alulról pedig elég hiányos. De hogyha azt nézzük, akkor a hátulról is, meg előről is van hiányosság, tehát célszerű akkor hátulról is, meg előről is csinálni egy újabb fotót róla. Ez most nagyon-nagyon jól sikerült. Ez nagyon-nagyon szép. Azt a nevetet, hogy billentyűz itt, csak fölözés lehet úgy gépen, hogy nem nyomj meg semmit. Hát ez nagyon-nagyon. Csak kopogszol ezt. Miért? Nagy kérdés, hogy akkor milyen formátumban lehet elmenni. Nem tudom, hogy ez kinek mond valamit, hogy OBJ formátumban is el lehet menteni. Igen, de én úgy láttam, hogy ott inkább olyan jellegű módosításokat lehet tenni, hogyha valami hiba lenne a szkennelésben, és esetleg valamelyik rétegnél bekerült volna ide egy piszok, ami ugyanúgy együtt mozog a munkadarabban, akkor például azt le lehetne választani az egészről. Ebéd után 14 órától egész estig az A teremben lévő előadásokat hallgattam meg. Moldován István az elektronikus dokumentumok leírásának elmélete és gyakorlata című előadásában kitért arra, hogy szabvány rendelkezik az elektronikus dokumentumok katalogizálásáról, ezért előadásában áttekintette a tényleges hazai könyvtári gyakorlatot, a digitálisan létrejött, terjesztett és a digitalizált dokumentumok leírásával kapcsolatban. Beszámolt arról, hogy a szabvány ellenére a hétköznapi gyakorlat sokfélesége jellemző könyvtárainkban és a digitális dokumentumok azonosítása még sok nyitott kérdést vet fel. Az előadásban a digitális dokumentumok leírásának lehetőségeiről és korlátairól is szó esett a MARC rendszerében és egyéb környezetben. Szó esett a nem digitalizált, hanem nyomdai digitális kiadványok azonosításának problémájáról is, amelyeket nem elektronikus terjesztésre szánnak, de e-könyvtáron keresztül online elérhető. Felmerül a repozitóriumokba került digitális dokumentumok leírásának a kérdése is, és ezek viszonya a könyvtári katalógusokhoz. Vas Anna Johanna, az RDA szótárai, szemantikus elemkészletek a bibliográfiai leíráshoz című előadásában az előadó elmondta, hogy az RDA könyvtári újdonság alakulóban lévő folyamat. Létrejötte az internet elterjedésének az elektronikus dokumentumoknak, a Google és az Amazon megjelenése miatti új keresési szokásoknak és az új felhasználói igényeknek köszönhető, tehát az RDA kidolgozása és közzététele ezen célok megvalósulása felé tett előrelépés. A könyvtári leírási szabványok újragondolását részben az a szándék is motiválta, hogy a könyvtári katalógusokban tárolt információk könnyebben integrálódhassanak a webvilágába, illetve a felhasználók könnyebben hozzáférhessenek az információkhoz. A szemantikus web technológiáinak, illetve a formai szabványainak könyvtári alkalmazásaival alapjaiban változhatnak meg egyrészt az eddigi hagyományos könyvtári feldolgozói tevékenységek, másrészt a közgyűjteményekben őrzött tudásvagyon felhasználásának lehetőségei is. Ezen technológiák webes repozitóriumokban közzétett minden egyes elemet URI-val azonosító elemkészletek használatával tudnak megvalósulni. Az elemkészletek felépítésének tanulmányozása nagyban segíti az RDA és a szemantikus web működésének megértését. Hubai Miklós Péter a Bibframe új keretei 2017-ben című előadásában elmondta, hogy a Linked Data, azaz a kapcsolt adatok technológiájának könyvtári alkalmazása napjainkban egyre nagyobb teret nyer, hiszen a könyvtárak és egyéb információszolgáltató intézmények egyre növekvő kihívással néznek szembe,
Meg kell hódítaniuk az internet és a kereső szolgáltatások világát, hogy a birtokukban lévő hatalmas tudásvagyont minél több emberhez juttathassák el. A lassan 5 évtizede használatban lévő Mark formátum segítségével előállított rekordok hatalmas, a keresőmotorok által elérhetetlen adatsilókban lapulnak. A webes szabványokon alapuló Linked Data technológia alkalmazása azonban a könyvtári adatokat oda juttatja, ahol a felhasználók valóban keresik azokat. Magára a World Wide Webre. Az előadásban szó esett arról az útról, mely a könyvtártudomány területén a Marktól az RDA-ig, az informatika területén pedig az SGML-től a könyvtártudományi ontológiákig vezet. Kiemelt szerepet kapott a bemutatóban az amerikai kongresszusi könyvtár és partnerei által fejlesztett könyvtári feldolgozási keretrendszer, a BibFrame, amely a fejlesztők szerint alkalmas lesz arra, hogy kimozdítsa helyéből az elavult Markot és hatalmas mértékben kiszélesítse a könyvtári adatfeldolgozás lehetőségeit. Micsik András, Besugók és provokátorok, Történelmünk kutatása kapcsolt adatokkal című előadásából kiderült, hogy az EU H2020 keretprogram által finanszírozott Courage projekt a szocialista korszak kulturális ellenállási módjait térképezi fel a volt kelet-európai szocialista országok területén. Ezek főleg a kultúra és az életmód területén jelentkeztek, mint például alternatív zene, a képzőművészetek vagy táncház mozgalom. A projekt fenti kulturális jelenségek fellelhető gyűjteményeinek történetét kutatja. Az események, szereplők, csoportok és gyűjtemények adatábrázolására adja magát a Linked Data technológia, mely azonban nem igazán elterjedt a humán és társadalomtudományok területén. A bölcsészek és társadalomkutatók szempontrendszere alapján az MTA Stakiban elkészült egy kapcsolt adatokon alapuló nyilvántartó szoftver, amelyet a nemzetközi projekt keretében minden egykori szocialista országra kiterjesztve folyamatosan töltenek fel adatokkal a kutatók. Az adatok szintén saját fejlesztésű belső minőségellenőrzési folyamat után kerülnek a nyilvánosság elé. Az így kapott tudáshálóban egymással összekapcsolva jelennek meg a kulturális ellenállás gyűjteményei, szereplői és eseményei. A regiszter egy része már böngészhető a projekt honlapján a http://cultural-opposition.eu címen. A regiszter kialakításáról, működéséről, valamint a megközelítés előnyeiről, hátrányairól és a tapasztalatokról számolt be az előadó. Dr. Ceglédi László, a digitális repozitóriumok szerepe adaptív tanulási környezetek támogatásában című előadásában elmondta, hogy az oktatástámogatás könyvtári eszközei napjainkban meglehetősen széles spektrumot kínálnak. Ezek közé tartozik a digitális repozitóriumok adta lehetőségek hasznosítása, tartalmi és módszertani szempontból egyaránt. Az előadó bemutatta, hogy a repozitóriumok oktatásban történő alkalmazásával kapcsolatban milyen, esetlegesen téves elképzelések élnek. Elsősorban azonban azokat az empirikus kutatásokon és szakirodalmi véleményeken alapuló kutatásait ismertette, amelyek fontosak ahhoz, hogy ez a témakör ne csak a digitális szertár fogalmát merítse ki. A repozitóriumok manapság a gyakorlati oktatás fókuszába kerültek, de nem igazán tudjuk, hogyan használjuk ki a bennük rejlő lehetőségeket. Ennek megfejtése érdekében meg kell vizsgálni a digitális repozitóriumok létezése, működése és használata által felvetett kérdéseket. A téma három elem vizsgálatát teszi szükségessé. Intézményi repozitóriumok, tematikus vagy tudományos repozitóriumok, tananyag repozitóriumok. Az előadó az előadásában elsősorban a tananyag repozitóriumok helyzetével, lehetőségeivel, részben problémáival foglalkozott, elsősorban ezek publikálásának és agregálásának vitatott kérdéseivel. Elhangzott, hogy a felsőfokú képzések területén komoly problémát jelenthet, hogy egy repozitórium csak tárházként használható. A digitális repozitórium egyik fontos szerepe lehet,
hogy lehetőséget ad a hallgatóknak a tanulási források és a tanulás mechanizmusának részben önálló szervezésére és egyfajta navigációs támogatására. Mindezeket figyelembe véve a digitális repozitóriumok létrehozásának, működtetésének és használatának kiemelt jelentősége van a felsőoktatásban tanulók és oktatók számára, ahol ma már egyre inkább az oktatásban történő alkalmazás kerül előtérbe. Mátyás Melinda és Virág Gabriella Nicolett, a PhD értekezések a felhőben, elektronikus formátumú disszertáció kezelése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című előadásában ismertette, hogy hogyan változtatta meg a felsőoktatási törvény módosítása a disszertáció kezelését, és ezért milyen informatikai háttér és munkafolyamat kialakítására volt szükség az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Előadásukban ismertették a kialakított munkafolyamatot, amelyben az egyetemi könyvtár munkatársai a doktori hivatalokkal együttműködve végzik a meghatározott feladatokat. Kiemelték a nyilvánossá tétel feltételeit és a kapcsolódó adatbázisok szerepét, valamint a több éves tapasztalat alapján bemutatták az eljárás pozitívumait és a felmerülő kérdéseket, problémákat is. 16.30-tól nagy izgalom vette kezdetét a teremben, ugyanis Szalai László kollégámmal együtt megtartottuk a Digitália e-könyvtára PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban című előadásunkat. Az előadás első részében bemutattam a Digitália történeti előzményeit a könyvtárban, valamint ismertettem a megvalósításhoz vezető tervezési fázisokat. Elmondtam a digitalizálással kapcsolatos munkavégzés menetét, technikai és személyi hátterét. Szót ejtettem a Klímótéka nevű és a WordPress motor alatt működtetett elektronikus könyvtárról, valamint a modern kor szellemében megtervezett, 2017-ben elindítandó, fulltextes kereshetőséggel ellátott új Digitália megtervezéséről is beszéltem. Az előadás második részében Szalai László a régi rendszerről az újra történő átállás feladatairól, tapasztalatairól és részben az új rendszerben alkalmazott fogásokról tartott ismertetőt. Bemutatásra kerültek a digitális tartalmak betöltésének lehetőségei, a korvinaopak adatok felhasználási lehetőségei, valamint a tartalomjegyzék generálásának menete. Morvai Laura és Novák Ildikó, a betekintés a Magyar Repozitóriumi Körkép 2017 kutatás első eredményeibe címmel tartott előadásukban elmondták, hogy a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár arra vállalkozott, hogy felmérje a hazai repozitóriumok helyzetét. Ennek érdekében 2017. február első felében az ország repozitóriumainak üzemeltetőit kérdőíves felmérésben keresték meg, melynek eredményeit az előadásban mutatták be elsőként. A kérdőíves felmérés kiterjedt a repozitóriumi állományok feltérképezésére, a tárolás formáinak és módjainak megismerésére, a tárolt tartalmak hozzáférhetőségének kérdésére, a repozitóriumok fejlődését támogató és hátráltató faktorok feltárására. Szakadát István az Együttműködés a Nemzeti Névterekkel című előadásában elmondta, hogy több éves előkészítő munka után az Országos Széchenyi Könyvtár 2016-ra elkészítette a Nemzeti Földrajzi Névtér és részlegesen a Nemzeti Személynévtér prototípusát, amit bemutattak a 2016-os Networkshop egyik szekciójában. A nemzeti névterek működtetésének igazi haszna és értelme azonban nem a névterek önmagában vett, rendezett és lehetőség szerint teljes állományában van, hanem a névtereket közösen használó intézmények, szolgáltatások együttműködésében. A közös névtér használat biztosítja a szolgáltatások közti interoperabilitás lehetőségét. Ez a kollaboráció technikailag azt jelenti, hogy a különböző szolgáltatások a saját névállományaikat, konkrét személyek, földrajzi helyek azonosító rekordjait ellátják a nemzeti névtér azonosítóival. Az előadó konkrét példákon keresztül azt mutatta be,
hogy milyen modellek, milyen elvek, milyen feltételek, milyen megoldások szerint lehet megteremteni és fenntartani a kívánatos együttműködést az érintett intézmények, szolgáltatások között. Kristóf Ibolya a Magyar Nyelv Nagyszótárának Forrás és Névjegyzéke című előadásában bemutatta az MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő, a magyar nyelv nagyszótárához kapcsolódó bibliográfiai adatbázisokat. A nagyszótári szócikkekben az egyes jelentéseket 1772 és 2010 között keletkezett, írott nyelvi publikált szövegekből származó példamondatok illusztrálják. A magyar nyelv nagyszótára korpusz alapú szótár lévén egy meghatározott szöveggyűjteményből dolgozik, és közli ezen szövegek pontos bibliográfiai adatait is. A szótár korpusza három nagyobb egységből tevődik össze. A magyar történeti szövegtár, az archiválisz cédula anyag, valamint a kiegészítő szöveggyűjtemény alkotja. Az előadás főleg az archiválisz cédula gyűjteménnyel foglalkozott. A történeti áttekintés után az adatbázis jelenlegi felépítése, valamint az abban található adatok ismertetése következett. Az archiválisz cédula gyűjteménybe tartozó kötetekről a bibliográfiai adatokon kívül a példamondatok szerzőségét és keletkezési idejének meghatározását segítve analitikus leírást, oldalszintű tartalomjegyzéket is közölnek. A bibliográfiai adatok mellett az egyes művek szerzőit és eredeti szerzőit tartalmazó adatbázis is kapcsolódik a szótárhoz. A korpuszban szereplő, fordított művek esetében az eredeti szerzőkről csak egységesített névalakot, a magyar nyelvű szövegeket előállító szerzőkről ennél részletesebb adatokat közölnek. A szerzők életrajzi adatai mellett névváltozatok és álnevek is szerepelnek az adatbázisban. Ezzel az előadással a nap hivatalos része le is zárult. A konferencia záróestéje elképzelhetetlen a szekcióülések feszített programját követő lazább vacsora nélkül, amelynek ételsorát a hely, a környező vidék sajátos ízeiből állították össze. A konferencia résztvevőit külön buszokkal szállították el a közeli fehértói halászcsárdába, ahol a hideg szélfúvás és szitáló esőtől megtépázott vendégeket egy kupica pálinkával, cigánymuzsikával és nagyon finom terüly-terüly asztalkákkal fogadták. Iszonyatos hideg van, borzalmas hideg, viszont véget ért a második napi program is, és elhoztak bennünket egy halászcsárdába, ami eszméletlen jó, úgyhogy most fogunk itt vacsorázni, és szaladok is be, mert elfúj a szél, legalább mínusz 4 fok van, és fúj a szél, rettenetesen esik az eső, úgyhogy nem is izgatom magam tovább, hanem megyek és eszem. Thank you.
Várjuk a kaját! Attila, a videóza nem kóstolod meg a finomságot. Milyen finomságot? Ami előtted van. Ezt megkóstolom én. De ez mit tudom is hol lenne? Megkóstolod, meg lefilmezed. Nem, lefilmezem. Szegedi rántott konty. Nagyon utálom, ha nem etek áfonyát. Áfonya és béfonya. És kacsa? Mi? Kacsacom. Kacsacom. Meg rösti. Uh-huh. Almás palacsinta karamell öntett el, és szatymazi túrós lepény fütyülő sárboggal barack lekvárral. Ez jó Isten! Elérkezett az utolsó nap, meg volt a reggeli, most pedig ki fogunk csekkolni ebből a kis szállodából. Ez nagyon jó kis szálloda, ezt mindenkinek ajánlom. 10.000 egy éjszaka, reggelivel együtt, két ágyas szobában, nagyon kényelmes volt minden, teljesen felszerelt az egész szoba, nagyon jó a kiszolgálás, az ellátás, szép környezet. Tudom nektek ajánlani a Katapanziót, ami Szegeden, a Bolyai utca 20 szám alatt van. Úgyhogy ha erre jártok, mindenképpen gyertek ide be, mert tényleg nagyon szuper volt az ellátás. Viszlát szoba, szia, 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 szia szoba, szia. Kétszerre záródik csak be mindig. Köszönöm.
ilyenkor megtolunk. Jó reggel, szeretném kicsekkolni, nem tudom, hogy kell ahhoz. Köszönjük szépen. Hát ott van, nem lesz nyitva tartás. Ja, aha, ezt jelentem sem. Ennek egy szobában voltam. Egy szobában voltunk, igen. Köszönjük szépen, jól éreztük magunkat. Viszontlátásra! Köszönjük! Viszontlátásra! Köszönjük! Na! Na, ennyi volt csak? Ennyi volt. Jó. Nos! Akkor indulhatunk a helyre. Igen. Helyre, helyre. Ja, igen. Utolsó napunk kezdődik, de előtte még meghátoljuk a koronás hotelben a többieket, hogy a cuccainkat berakjuk addig a kocsiba. Mi remélhetőleg nem szólnak, hogy ott maradhat délutánig, és az utolsó napot elkezdjük. Az utolsó napok szentjei leszünk, yeah! Jól éreztük magunkat, annak ellenére, hogy borzalmas volt az idő, azért a várost jó lett volna jobban megnézni. De hát majd legközelebb. Legalább lesz egy alkalom, hogy miért jöjjünk el újra. De akkor mindenképpen jobb időbe. Viszlát Bolyai János utca. Viszlát Bolyai János utca. Mit teszik ez a fát? Hát nem tudom, hogy a fát teszi, mert egy katica bogarat találtunk. Vigyázz a kezedre! Azt a micsoda. De jó pofa. Gyönyörű. Ja. Nézzétek meg. Tényleg jó. Az utolsó napon délelőtt elsőként a C-terem két előadására mentem be. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen oktató Szalai László Docker Cluster pár óra alatt című előadásában elmondta, hogy ma már teljesen elfogadott rendszer a Docker alapú konténerizáció, amely produkciós üzemben is megbízható, bár még mindig nem túlságosan idős. Az előadás a Docker klaszteresítéséről szólt, az előadó bemutatta, milyen könnyű egy elosztott és magas rendelkezésre állású mikroapplikáció kiszolgálót készíteni gyakorlatilag pár óra alatt. Az alapteória az, hogy sokszorozzuk meg a kiszolgáló webszerverek számát, amelyek autentikálnak és egyfajta middleware-ként szolgálnak a hostokon futó applikációknak, kihasználva az Apache webszerver proxy pass funkcióját, illetve a konzul nevű kulcsértéktároló szoftver szolgáltatásait eme rendszer elkészíthető. Mivel minden szolgáltatás konténerekben fut, emiatt a rendszer könnyen mozgatható. Megnéztük a Docker Swarm nevű natív klaszterezési megoldását is, amelyben a szolgáltatásokat definiálva a skálázhatóság még könnyebb, a Docker maga végzi a kiesett nódok kezelését is. Az előadás utolsó részében az előadó bemutatta a Jenkins GitHub alapú deploying rendszer használatát Docker alapokon, használva a Docker saját képfájtároló szolgáltatását, a Registry-t. Ezután 9 óra 20 perctől kollégám Takács Ákos tartott egy nagyszerű előadást Docker tapasztalatok, problémák, küzdelem és sikerek címmel. Ákos elmondta, hogy már évek óta terjednek és jelennek meg olyan új technológiák, amik a fejlesztést, tesztelést és üzemeltetést is megkönnyítik. Mégis sokan vannak, akik nem hallottak még róluk, félnek tőlük, vagy nem érzik saját feladatuknak, ezért mástól várják a megoldást. Kezdeti nehézségek mindenhol vannak. Sok esetben viszont a technológia nyújtotta előnyök miatt megéri a befektetett idő és munka. Ennek eredményeként pedig még időt is lehet spórolni hosszú távon, illetve új lehetőségekre derül fény. Természetesen szükség van kompromisszumokra, de ezekkel együtt is egy hatékonyabb, kezelhetőbb rendszer születhet. Az előadásban a fejlesztés és a webszerver üzemeltetés kapcsán szerzett tapasztalatairól, az eközben megismert technológiákról beszélt az előadó, kezdve a hivatalos tárolókból komponensenkénti telepítéstől a konténerben futtatásig.
valamint arról is szót ejtett, hogy milyen újabb problémák merültek fel egy-egy megoldás bevezetésével, és milyen új előnyökhöz juttatta például a Docker. Ma egyre nehezebb olyan szoftvert találni, amihez valaki nem készített már letölthető imidzst. Sokszor pedig hivatalos forrásokból, akár közvetlenül a fejlesztőtől is hozzájuthatunk. Az éles környezetben futtatás viszont nem mindig triviális. Az előadás végén egy lehetséges, viszonylag könnyen alkalmazható megoldásra is kitért az előadó. Ákos előadása után az emeleten lévő A-terembe siettem, hogy elérjem Haász Antal a Primo szolgáltatásainak fejlesztése új technológiai eszközök segítségével az MTA Könyvtár és Információs Központban című előadását. A Primo egy felhő technológián alapuló Discovery and Delivery rendszer, amely képes biztosítani a könyvtári gyűjtemények teljes körű és intuitív visszakereshetőségét. Az MTA KIK közel egy éves bevezetési fázis után 2015. novemberében nyitotta meg a rendszer használatát felhasználói előtt. Az előadó bemutatta a szoftver működésének alapjait, a könyvtár gyűjteményei alapján kialakított keresőcsoportokat, a különböző keresési lehetőségeket, a találati lista szerkezetét, az úgynevezett facettás navigációt, a csoportosítási funkciót, az adatmegjelenítést és példánykezelést. Az elmúlt közel két év tapasztalata alapján szó esett a felmerült problémák kezeléséről, illetve a szoftver használhatóságáról egy tudományos szakkönyvtár életében. A Primo megújult keresőfelületének felépítése jelentősen átalakult, számos új technológiai megvalósítást fedezhetünk fel benne. Az egyik ilyen újdonság a JavaScript nyelven alapuló AngularJS keretrendszer direktíváinak alkalmazása, amelyet kiegészítettek saját Primo direktívákkal. Másik megjelenítési újdonság a HTML5 támogatás jegyében a Bootstrap technológia alkalmazása a felületen. A Bootstrap az egyik legnépszerűbb frontedit fejlesztői keretrendszer, amely segítségével egyszerűen tudunk a különféle méretű képernyőkre, táblagépekre és mobilokra optimalizált oldalakat létrehozni. Ezáltal a Primo új felületén nem csak letisztul design, hanem a responsivitás is megjelent. Ezután újra lementem a C-terembe, ahol Balog Attila a megújult Videotórium háttérinfrastruktúrája című előadását tartotta éppen. Az előadásban a Videotórium régi és új háttérinfrastruktúrájáról beszélt az előadó. Beszélt a méretezési és rendelkezésre állási kérdésekről, a skálázhatóságról, a terheléselosztás alkalmazásának céljairól és azok megvalósításáról. Ismertette az alkalmazott technológiák működését és a menedzsmentjét, valamint beszélt a felhő alapú megvalósítás előnyeiről is. Újra az A-terembe siettem, mert Korpásné Szűcs Melinda és Hamza Vecsei Tímea a ticketing rendszer adaptálása könyvtári környezetben, tapasztalatok a Dengben című előadása is érdekelt. Az előadók elmondták, hogy a hibajegyek kezelése nem előzmények nélküli könyvtárukban. Éveken át használták a Bugzilla nevű hibajelentések kezelésére kialakított rendszert. Az igény az informatika területén jelent meg először, mert a DENK 7 könyvtárainak informatikai rendszerét egy központból kellett minimális humán erőforrással működtetni és karbantartani. A könyvtár adminisztratív irányítása, üzemeltetésének racionalizálása, valamint a gazdaságos szervezés hasonló centralizációt eredményeztek, így egyre több területen vált szükségessé egy jól átlátható és könnyen kezelhető rendszer. Olyan rendszer bevezetésére volt szükségük, amelynek kezelésébe több különböző területen dolgozó munkatárs is bevonható, tehát az informatikai hibajegykezelés mellett alkalmazható legyen a könyvtári munkafolyamatokra is. Fontos kritérium volt, hogy a működtetéséhez a rendszer szintű informatikai támogatáson túl ne legyen szükség informatikus állandó jelenlétére. A feltételeknek az Open Source Ticket Request System, röviden OTRS, minden szempontból megfelelt. Bár a szoftvert eredendően informatikai rendszerek hibajelentéseinek kezelésére fejlesztették, a tapasztalatok azt mutatják, hogy kiválóan alkalmas a széleskörű használatra.
Nyílt forráskódú lévén telepítése különösebb anyagi erőforrásokat sem igényelt. A program kezeli a beérkező kérdéseket, panaszokat, ajánlásokat és hibajelentéseket. Alkalmas, különböző felhasználói csoportokkal való kapcsolattartásra működtetése egyszerű és hatékony. Használata támogatja a vezetői folyamatokat, a minőségirányítási célokat, segíti a külső és belső kommunikációt és segíti a könyvtár működését számos területen. 2015. novemberében az egységes egyetemi OTRS rendszerbe költöztek a könyvtári hibajegyek, így nőtt a hatékonyság, az átjárhatóság, felgyorsult a könyvtári folyamatok integrációja a teljes egyetemi környezetben. Ugyanebben a teremben következett Pajer Barbara előadása, a megújuló online folyóirat kiadás, tudásmegosztás, együttműködés, automatizálás címmel. Az Open Journal Systems a tudományos folyóiratok online közzétételeinek és kezelésének nyílt forráskódú megoldása. Nagyon rugalmas, szerkesztő elvű folyóiratmenedzselő és kiadói rendszer, amely nyílt forráskódú, szabadon letölthető, telepíthető. Tervezésénél fontos szerepet játszottak a szerkesztési idő és a ráfordított energia csökkentése, miközben megkönnyíti a szerkesztőségi munkát és a nyilvántartást. Arra törekszik, hogy javítsa a tudományos és nyilvános lapkiadás minőségét, ehhez számos újítást vezet be, amelyek segítségével a folyóirat politika átláthatóbbá válik és javul az indexelés. Az MTA Könyvtár és Információs Központ az OGS 3-as magyarított verziójával egy közös folyóirat szerkesztő rendszert kínál, az Open Access jegyében térítésmentesen azoknak a kutatási intézményeknek, egyetemeknek, egyéb folyóirat kiadással foglalkozó szervezeteknek, akik különféle okok miatt nem tudnak önállóan egy ilyen rendszert üzemeltetni. Ezáltal egy OGS rendszerben tudják biztosítani több folyóirat egyedi megjelenését és a szerkesztőségi munkafolyamat támogatását. A szolgáltatás előnye, hogy a különféle export lehetőségekkel automatizmusokat lehet kiépíteni a rendszerrel, például a DOI regisztráció vagy az MTMT-be történő adatátadás terén. Mindezzel jelentős munkaórát spórolnak meg mind a szerkesztőségeknek, mind pedig a DOI regisztrációval foglalkozó munkatársaknak és az MTMT adminisztrátoroknak. A könyvtár célja, hogy a szoftvert alkalmazó intézmények együttműködését, tapasztalatcseréjét elősegítse, ennek érdekében kezdeményezték a hazai OGS felhasználók csoportjának létrehozását, valamint az ő kommunikációjuk megkönnyítésére létrehoztak egy közös tudás megosztó felületet is. Köpösdi Zsuzsa és Magyari Tamásné oktatástámogatás elemei és módszerei a DENK-ben című előadásából megtudhattuk, hogy az oktatástámogatás a DENK stratégiájának egyik fókuszterülete. Előadásuk első felében a DENK jelenlegi oktatástámogatási rendszerét az egyes elemek működésén keresztül mutatták be. Bemutatták azt is, hogy milyen módszerekkel, milyen csatornákon és hogyan támogatják jelenleg az egyetemi hallgatók és oktatók oktatási és tanulási folyamatait, valamint azt is, milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan, milyen irányvonalakban gondolkoznak ilyen irányú szolgáltatásaik, oktatási folyamataik, fizikai és virtuális tereik fejlesztésének tekintetében. Az előadás második felében részletesen bemutatásra került az úgynevezett gondolati térkép alkalmazása az oktatási folyamatban. A gondolati térkép valamely témakörrel kapcsolatos ismereteknek, egy gondolatkörnek vizuálisan, könnyebben feldolgozható megjelenítése, összességében egy nem lineáris vázlat, ami segítséget nyújt komplex látásmód kialakítására, kreativitásra és a látványon keresztül javítja a memóriát. A gondolati térkép lehetőséget biztosít adott témák alá, fölé vagy mellé rendelő viszonyainak kifejezésére, témák összerendezésére. A létrehozott térkép akár új kapcsolatrendszerek felfedezésére vagy tudásmenedzselésére is alkalmas. Az Y-generáció tagjainak érdeklődését és kíváncsiságát is fenntartó szoftver és módszer a kooperatív és interaktív feladatmegoldás modern tere is egyben.
Az előadók bemutatták, hogy hogyan használják a módszert és az applikációt bizonyos könyvtárhasználati kurzusokon, a szakkönyvtárban történő sétáló böngészéstől egészen a másodlagos források használatáig. Az előadásban bemutatásra kerültek a jelenleg elérhető mind mapping szoftverek, amelyek közül egyet kiválasztva részletesen elmondták az előadók az eddigi tapasztalataikat és a továbblépési lehetőségről is beszéltek. A C-teremben 12 óra 10 perckor kollégáim Csóka Jaksa Helga és Szalai László zárták a szekcióüléseket az Egyenlősdi a könyvtárban a Kalibra beosztás kezelő szoftver bemutatása című előadásukkal. A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont központi könyvtára is a vele egy épületben működő Benedek Ferenc jogi és közgazdaságtudományi szakkönyvtár olvasószolgálati beosztása 2010-től kezdve a közös tárterületen elérhető digitális kockás papíros megoldással működött, amelyhez a munkatársak hétről hétre e-mailben küldték el beosztási igényeiket a szolgáltatási igazgatónak. Az eddigi megoldás helyett egy Web2-es alkalmazás kialakítására került sor. A több különböző rendszerben tárolt és csak fejben összeálló információk helyett az összes bemenő paramétert felhasználva webes felületen megjelenített döntési mátrix alapján kerül kialakításra a beosztás. A Corvinából származó nyitvatartási információk mellett a munkahelyek, a kompetenciák és a munkavállalók személyes kérései, valamint a korábbi és későbbi beosztásokból származó terheltségi adatok egy alkalmazáson belül való tárolásával homogén rendszer került kialakításra, mely hatékonyan segíti a munkatársak beosztását a könyvtáron belüli változó munkahelyekre, elkerülve az egyenlőtlen munkaterhelést. Az előadók az előadásukban a szoftverrel szemben támasztott igényeket, a technikai megvalósítást, az admin és a felhasználói felületeket mutatták be. A plenáris zárszó után elmentünk ebédelni, majd a háromnapos tömény információ áramlástól telve lassan elindultunk haza Pécsre. Véget ért a nap, és megyünk most már hazafelé, és olyan napsütés van, hogy most meg napszúrást fogunk kapni, úgyhogy eddig attól féltük, hogy Szegeden, itt ebbe a hidegvárosba hogy tudnak élni, de úgy látszik a nap ide is eljött. Mert érdemes volt kivárni. Jó volt, jól tartottak bennünket, a kollégák is itt nevetgélnek körülöttünk, mindenki készen áll a menetelésre. És tudjátok mi a dolgotok? Iratkozzatok fel a csatornára! Szép város. Most látom. Most, hogy így nem esik az eső. Nem? Ja.